Az a hely másoknak van fenntartva. De maradhatsz. Az ára csak annyi, hogy mindenedet nekünk adod. És bónuszként megtarthatod az életed. Ó, csendes típus. Azt szokták mondani, hallgatás, beleegyezés. De úgy látom, neked valami más kell. Úgy hallom, van egy új Shane. Őt akarom. Terra. A legyőzhetetlen mester. Ennyit utazni egy bajkeverőért? Nem én mondtam. Már mindenem fáj a sok üléstől. Ó, cseppet sem aggódj, drága barátom. Pronto rendelkezik a legtitkosabb molenoid orvoslással, Sarsaparilla. Igyom meg az egészet. Te megiszod? Biztos vagy benne, Eli? Úgy tűnik, elég kemény harc folyik odabent. Apámnak nem volt ideje felkészíteni engem, de mindig azt mondta, hogy egy Shane sosem hátrál meg a kihívások elől. De nem kell egyedül szembenézni velük. Négy egy ellen? Ha, igen! Engedjétek Prontónak, hogy vezessen benneteket! Hey! Ne menjetek oda be! Gyerünk, srácok! Én inkább első segélyt nyújtok ennek a szerencsétlen léleknek. Egy kis Sarsaparilla? Te vagy az, aki hivatott engem? Párbajozni fogunk, vagy... Egy kissé fiatal, sovány. Hé! Óvatosan! Au. És csámpás is. Ha, majd meglátjuk, hogyan teljesítesz a rostán. A rostán? Az valami párbajféle? Nézze, uram! Nő, hölgyem, nem szeretnék tiszteletlen lenni, de nem zárhatnánk ezt rövidre. Te Will Shane fia vagy. Ő jó ember volt. Méltó a nevéhez. Nem fogunk párbajozni, ugye? Én Eli vagyok. Eli se... Egy nevet ki kell érdemelni, csámpás. Ha te ki akarod érdemelni a tiédet, holnap reggel légy Dogengrottóban. Apropó nevek, nem értettem az önét. Shanai. Eli, ő a legyőzhetetlen mester. A milyen kicsoda? Hová tűnt? A mester ismeri a szlákharc 1000 titkát. A mester tekintete a sziklát is meglágyítja. A mester szőlőre vett facsar a lelkekből, és elűzi a gonoszt. Na jó, néhány történet kissé túlzás, de egy valami biztos. A legyőzhetetlen mester a legnagyobb szlákharcos, aki valaha is élt. Teljesen váratlan pillanatokban mutatkozik, hogy kiválasszon egyetlen tanítványt. Már 30 éve nem látták. Ő képezte ki a történelem összes sénét. Beleértve... Apát is. Igazi kiképzés! Erre vártam, mióta megérkeztem Slagterrába. Feküdjünk le! Nagy nap lesz nekem a holnapi! Mindenki számára nagy nap lesz, Eli! Hát persze, igen. Tudom, korán van. Nem bírtam aludni, és nem akartam felébreszteni a többieket. Hatalmas megtiszteltetés. Bizonyám, hogy az. Te mit keresel itt? A legyőzhetetlen mester felhívására jöttem. Annyi esélyem nekem is van, mint másnak. De hát ő kizárólag séneket tanít. Főként séneket, de... De nem csak séneket. Megmondtam, nálam a nevet ki kell érdemelni, csámpás. Én a legméltóbbat akarom kiképezni. Ha te vagy az, bizonyítsd be. Szóval ez egy verseny. Rendben, nem gond. Srácok, eljöttetek!
Köszönöm a támogatást. Támogatást? Versenyezni jöttünk. Azt hitted, ez csak rólad szól. Nem. De... mondjuk. És ha nem téged választ, bármelyikünk esélyes lehet. Ez elég támogatás, nem? Igen. Azzal támogatunk, hogy ellened harcolunk. Kösz. Üdvözlök mindenkit a rostán. A rostálás egyfajta válogatási módszer. A szél elfújja a fejvált, és nem marad, csak a tiszta mag. Ezt minden molenoid tudja. És most, aki szlágmester akar lenni, álljon ehhez a vonalhoz. Mindannyian elutasítva. Önzőség és kegyetlenség nem lehet egy szlágmester szívében. Nem! Nem megyünk el! Azt nem ti mondjátok meg. Láttad, hogy dolgozott együtt az a két szlág? Igen, te is szoktál kombinációkat végrehajtani. De azok nem ilyenek. És ti ott, bárkit bármikor elküldhetek. Alapos okom lesz rá, és a döntésem végleges. Világos? Akkor lássuk, mit tudtok. Mester, nem tudná bemutatni azt a tandemlövést még egyszer? Szeretnék rájönni, hogy csinálta. Én itt nem bemutatok, csámpás. Én szelektálok. Kérdezz még egyszer, és rajtad mutatom meg. Értem. Ha befejezted végre az ügyetlenkedést, kezdhetjük a párbajozást. Gratulálok, Eli. Kezdjétek! Ugye tudod, hogy ez nem táncverseny? Ki az a kölyök? Ugyan már, ezt nevezett szlágharcnak. Az én különleges technikám. Úgy hívom... Találó név. Ó, fájdalom, szegény barlangi troll, könnyen elbánok vele. Elég volt. Kifelé. És tőled is búcsút veszek. Nagy szíved van, de semmi finomság nincs benned. A kiárat... Tudom, balra van. Várjatok. Ők úgy vélik, itt kell maradnotok. Ők tudják miért, én sosem kérdem. A vendégeim vagytok. Szép mozdulat, felség. Mozdulj a kapu felé. Neves csak. Téged is csak egy centi választ el a kaputól. De eltaláltam. Ők találták el. A szlágok nem csupán lőszerek, nem csupán a kis barátaid. Tudom, folyton beszélek hozzájuk. És meg is hallgatod őket? Te is végeztél, coffoska. Már csak egy kihívó áll az utamba. Találkoztál már vele? Nem, de tégy egy szívességet. Intézd el helyettem. Undorító! Győzzön a jobb! Azt is akarom. Pihenj meg, Loki. Twist! Mi a gond, Eli? Zavar, hogy én is a legyőzhetetlen mester tanítványa akarok lenni. Az ajtó mindenki előtt nyitva állt, emlékszel? Akkor minek az átváltozás? Elnézést, de Eli és én... riválisok vagyunk. Nem akartam, hogy ez elvonja a figyelmet a ceremóniáról.
Micsoda kötelék lehet Slug és harcos között egy ilyen illúzió végrehajtásához, még én sem vettem észre. Azért, mert ő ghoult használ! Gondolod, hogy amiért évekig távol voltam, nem tudom, mi az a ghoul? Én a harcost választom ki, nem a ghoult. Jól van, mester? Jól vagyok. Pihenjetek, a végső párbajt egy óra múlva kezdjük. Viszlát akkor. A rajta múlik biztosan nem. Sánáj, mester. Meditál. Semmi baj, csak aludtam. Bocsásson meg, de figyelmeztetnem kell. Maga beteg, ugye? Ne foglalkozz velem. Volt egy kis nézeteltérésed a gulharcossal, ugye? Megbíztunk benne, és ő elárult minket. Álcázza magát, és nagyon veszélyes. Dr. Blacknek dolgozik. Akkor talán még nagyobb szüksége van rám. Én ezt nem értem. Fény és sötétség mindannyiunkban megvan. A titok az egyensúly. Mester, kérem! Senki sem ismeri Twistet úgy, mint én. Ne hidd azt, hogy ismerheted másoknak a szívét. Törődj a saját lelki békéddel. Biztos vagy benne, hogy ismered a legjobb ösvényt? Azt hittem, igen. Valóban. Ez 30 éves emlékeket idéz fel bennem. A rosta végén két jelentkező maradt. Az egyik egy ígéretes Shane volt, Will. A másik Thaddeus Black. Black és az apám barátok voltak? Nem barátok, de nem is ellenségek. Inkább riválisok. Különleges képességekkel. Apád még csiszolatlan gyémánt volt, de ösztönös harcos. Black pedig fondorlatos újításokkal palástolta a gyors észjárás hiányát. Ám Thaddeus nem tisztelte a szlágokat és azok helyét a világegyetemben. Will meggondolatlan volt még, de egyértelműen őt választottam. És Thaddeus, valami történt vele azon a napon. Egy szikra, mely a sötét ösvény felé irányította. Egy szikra, melyet én lobbantottam fel. Életem során kevés dolgot bántam meg. De egy kérdés azóta is kísért. Vajon a megfelelő tanítványt választottam? Ezt nem értem. Azt mondta, apám volt a legjobb. Apád egy nagyszerű Shane volt. A segítségem nélkül nem lett volna az. De Black... Talán én tehettem volna valamit, hogy ne a rossz utat válassza. Tényleg megtenni? Képes lenne Black jobb kezét választani? Most muszáj győznöm. Nem engedhetjük meg, hogy Black megismerje a titkokat. Utána már tényleg megállíthatatlan lenne. Viszont nem ez aggaszt a legjobban. Ha nem, akkor mi? Hogy a szívem mélyén talán már döntött is. Mindketten méltónak bizonyultatok. Ez már nem egy párbaj, hanem egy felmérés. A döntés pedig kizárólag az enyém. Kezdjétek. Ezt nem fogod megnyerni, Twist. Sosem tudhatod, Eli. Ez komoly, Twist. Már megint ezekkel jössz. Szép volt, Eli! Nem úgy, mint a mester, de egész jó volt. Üdv, mester! Rég nem láttuk egymást. Kezeket jól látható helyre. Ha a mester titkaiért jöttél, akkor azt már most elfelejtheted. Az ilyen semmiségek már nem érdekelnek. Ennek az egésznek csak az a célja, hogy bebizonyítsa, ki a jobb. Bebizonyítottam, mert legyőztem a pártfogoltadat. Ne higgy mindig a szemednek. Jól van. Készen állok egy újabb párbajra, bármelyik őtök ellen. Egy arrogáns légy vagy, Eli, akit le is csapok majd, ha eljön az idő. De valaki másnak szeretném szentelni minden figyelmemet. Ma mindenkinek bebizonyítom felsőbbrendűségemet, hogy magát a legyőzhetetlen mestert győzöm le. Nincs mit bebizonyítanod, Thaddeus. De ha ez ad neked megnyugvást, elfogadom a kihívást.
Óvatosan, mester. Tisztességtelenül harcol, a gúlyai pedig... Minden rendben lesz, csámpás. Az meg micsoda? Egy Gatler. De még senkinek sem sikerült megépíteni egy működő modellt. Van másik út is, Tadeusz. A helyes út. Hadd tanítsam meg. De már semmi hasznosat nem tudsz tanítani nekem. A nevem pedig Black. Dr. Black. Kurt, pronto, a hátamhoz! Hol vagy, Twist? Szánalmas művészetet, csak ennyire képes? Add meg magad, Tadeusz. Sosem késő a helyes útra térni. Bocsáss meg, Tadeusz. Nem akartam, hogy ez legyen a vége. Puszta kombinációja. A fúzió lövés. Azt hittem, az lehetetlen. Vége van. Ne! Doki, meg tudod... Túl késő. Annyira. Sajnálom. Ne sajnáld. Te egy igazi Shane vagy. Te elhozhatod az örök békét a barlangokba, csak meg kell találnod önmagadban. Az utolsó rejtét. Munka, Twist! Remekül helytálltál. A sebek majd begyógyulnak. De hát, meghalt. Azt hittem... Az ő ideje már lejárt. Tőlem majd minden szükséges kiképzést megkapsz. Mozgás! Nem. Már megbocsáss. Azt mondtam, nem. Többé nem. Nem bánthatsz ártatlan embereket, hogy aztán büntetlenül elsétálj. Most győztem le minden idők legjobb szlágharcosát. Szerinted van esélyed? Mutassátok, mit tudtok! Ne! Mára már épp elég volt. Gyerünk, Twist! A rossz oldalon állsz, Twist! És ezt te is tudod. Pronto. Kész szerencse, ez az egyetlen dal, amit ismerek. Úgy érzem, a találkozással én is jobb ember lettem. Hogyan tovább, Eli? A mester már nem tanít többé. Magával vitte titkait. Sokat tanulhattam volna tőle. De mi is rájövünk, mit hogyan kell. És akkor
Örökre megállíthatjuk Blacket. Kár a fegyveréért. Nagy hasznát vetted volna a Black elleni harcban. Semmi baj, Kort. Majd nekem is lesz egyszer. Szükségem lesz rá egy újabb fúziós lövéshez. Black bebizonyította, hogy semmi sem lehetetlen. Most rajtam a sor. Felvesztük Blackkel a harcot, és nem állunk meg. Míg az összes ghoul meg nem gyógyul. Míg meg nem állítjuk Blacket sötét terveivel együtt. Magyar hangok. Penke Bence, Pálfai Péter, Markovics Tamás, Pekár Adrien, Papucsek Vilmos, Forgács Gábor, Berkes Bence. Magyar szöveg Kocsis Enikő. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Birgiszer Kinga és Hevesi Péter. Szinkronrendező Mészáros Károly. A szinkron a Megamax megbízásából a BTI stúdióban készült.